kolozsvári magyar napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület székhelyén ülünk és beszélgetünk. A mi szervezetünk az, aki felkért a Polgárok Háza, hogy Kolozsvárt röviden rendezvény keretén belül bemutassa. Mi már 6. éve a Kolozsvári magyar napoknak a szervezői vagyunk. Több tízezer embert megmozgató rendezvényre lévén, szóval ez nem egy 3-4-5 emberes feladat, hanem így gyakorlatilag az egész teljes kolozsvári civil szféra, magyar intézményrendszerek, egyetemek, mindenki ennek a szervezésében benne van, és jó lehetőségnek látjuk ezt a budapesti Kolozsvár bemutató rendezvényt arra is, hogy egy kicsit a kolozsvári nyári rendezvényt reklámozhassuk. Egy eléggé tartalmas programmal, könnyed stílusban szeretnék bemutatni Kolozsvárt, amelyről ugye történelmi folyamások sok mindent elmondtak, sok jelzőt aggattak rá. Volt Kolozsvár kincsesváros, volt Erdély fővárosa, Erdély kulturális fővárosa. Mindenképpen jelzőktől és címkézésektől függetlenül mi kolozsváriak egy kicsit lokálpatrióta módon úgy gondoljuk, hogy továbbra is Erdély vezető, kulturális értelemben mindenképpen vezető városa. Vagyunk ennek a városnak a lakóiként buszkék vagyunk arra, hogy a Kolozsvárat idén otthont Európa ifjúsági fővárosának, illetve ezt a titulust az idén Kolozsvár viseli, másrészt pedig egyik talán legesélyesebb pályázói vagyunk a 2021-es Európa kulturális fővárosa címnek, és minden olyan lehetőséget meg szeretnénk ragadni, amelyel városunkat és ezt a csodálatos történelmet, történelmi hátterű települést meg tudjuk jeleníteni a nagyvilágban. Akkor Péternek van egy 18. század elejé története, lejegyzett története Kolozsvár melletti gyalui kastélyban zajlott főúri esküvőről, és annak az étlapját mutatta be Apor Péter elég részletesen. Ebből az étlapból választottunk ki egy húspástétomot, amely annak idén arra használtak, hogy megmintázták Fogaras várát. Mi ezt nem tudjuk sajnos megtenni, mert ehhez nincsenek meg az eszközeik, hanem a pástétomot egy csodálatos kolozsvári recept alapján elkészítendő vajas pogácsával, illetve egy képviselő fánkkal, utána meg spékelve mindenkit szeretettel várunk. A gasztronómiai részhez a Tókos zenekar a tavalyi felszállott a Páva népszerű televíziós műsornak a győztes zenekara fogja talpalával biztosítani, de mondom, hogy ezen kívül színes és más jellegű programok várják majd az érdeklődőket. Erdélyről és ezen belül Kolozsvárra rendszerint a rossz hírek azok, amelyek kikerülnek a kiradó, illetve hát a különböző médiumok főoldalaira. Én úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben nyilván nem optimális a helyzetünk, de azt nehéz nem belátni, vagy nem elismerni, hogy azért bizonyos szempontból meg komoly változásokon ment keresztül. Speciál Kolozsvár ez mindenképpen vonatkoztatni lehet. 89-et követő, még 14 évig tartó funári időszakból egy méltán hírhet és mindenki ismeri. Most ezért egy olyan más Kolozsvárba kerültünk, illetve hát egy olyan gyors időutazásban volt részünk, amely azt kell mondani, hogy mindenképpen jó irányba mutat, látszik a városon is, hogy csinosodik, szépül, tehát aki régóta nem járt itt, az biztos, hogy észreveszi ilyen tekintetben a különbséget. De hát a magyar kulturális élet, a magyar jelenlét is egyre erősebb. Itt például konkrétan az ifjúsági főváros kapcsán elmondhatom, hogy mindenféle kisebb-nagyobb csörte, vita továbbra is megoldatlan ilyen kétnyelvű táblaügyek mellett. Azért vannak jó jelek, hogyha felül most az ember a tömegközlekedési járművekre, akkor román és magyar költők, írók idézeteit, verseit olvashatja a buszokon, trolibuszokon, illetve egy csomó olyan dolog, mert itt még egyszer visszautalhatok a Kolozsvári magyar napokra. Úgy gondolom, hogy egy ilyen több tízezres tömeg Kolozsvár főterén magyar himnusz, székely himnuszt énekeljen, ezelőtt néhány évvel még elképzelhetetlen volt, ehhez képest most már majdhogy nem a teljesen a normalitás, tehát az életünk részévé vált, és a románok
is ugyanúgy elfogadják, sőt még bizonyos rétegek értékelik is. Tehát én mindenképpen pozitív irányba érzek elmozdulást, nyilván ez egy törékeny állapot, ez bármikor visszafordulhat, láthatjuk Marosvásárhely esetét a rossz irányba, tehát azon vagyunk, hogy ez ne történhessen meg, és ezért is nagyon fontos az, hogy például kihasznál egy ilyen kulturális főváros adta lehetőséget, román várostársainkat rávegyük arra, és a véleményformáló román elitet, hogy igenis fogják fel ők is, hogy közösen értékesebbek vagyunk, a város is értékesebb akkor, hogyha ha ezt a kulturális és minden egyéb tekintetben létező sokszínűséget, változatosságot be tudjuk mutatni. Én bízom benne, hogy a bölcsesség és a közös érdek fölül fogja írni a történelmi sírelmeinket. A Kincses Kolozsvár Egyesületet a Magyar Napok szervezésére hoztuk létre, ez 2010 tavaszán, 2009 tenén jött az ötlet, hogy most már ideje lenne valamit Kolozsváron is elindítani, hiszen minden erdélyi, minden Kárpát-medencei magyar település, város ünnepi a saját falunapjait, városnapjait, kint van a köztereken a közösség Kolozsváron, ez korábban nem így volt, illetve nem lehetett, és akkor egy maradnyi barátunkkal összeálltunk, és azt mondtuk, hogy már pedig ezt meg kéne fordítani, és hát azt kell mondanunk így 6 év távoltában, hogy már az első év az ilyen áttörő siker volt, több 10 000 ember kint volt az utcákon. Egy olyan lelki áttörés volt, egy olyan tabu döntés az az első alkalom, hogy utána már nehéz lett volna megzabolázni. Nyilván nem is nagyon akarta senki részükről, biztos, hogy nem, és a románság is, a román városvezetés is belátta, hogy ez egy jó, ha más nem ilyen jó kirakat projekt, amivel ők el tudnak dicsekedni másról, és folyamatosan azóta is a Magyar Napok fényképeit, anyagait használják, különböző város promózó akció keretén belül, egyfajta kulturális seregszemlének számított, tehát nem csak Kolozsváról és nem csak kolozsváriaknak szólt, hanem Kolozsvárt egyfajta ilyen virtuális fővárosi státuszba eljelzve, úgy gondoltuk, hogy az egész Kárpát-medence magyarsága, sőt a világ magyarságának egyfajta ilyen fóruma lehet, kulturális műhelyek jönnek, mutatkoznak be, helyi műhelyek mutatkoznak be folyamatosan. Eljutottunk oda, hogy nem csak a jegyzik, hanem talán most már a visszajelzések inkább nevegyesek személytelenségnek, a kívülről jövő visszajelzések alapján a Kárpát-medence egyik legnagyobb ilyen kulturális seregszemlévé vált a kolozsvári magyar napok. Örülünk, hogy ezt értékeli a közönség, és örülünk, hogy értékelik azok az előadók, akik folyamatosan itt vannak, és eljönnek, és gazdagítják a programunkat, remélem, hogy az idén hasonlóképpen sikeres és zökkenőmentes fejezetet zárunk majd, ez lesz a 6. Mikor lesz? Augusztus 16-án vasárnap kezdődik, és 23-án vasárnap fejeződik, betegéheket tart. Ugye, reméljük, hogy jó sok halasznak. Kolozsvárnak 16. században a fele lakossága 100 volt, körülbelül ez volt az arány, fele magyar, fele 100, és valóságos kis köztársaságként működött, így is nevezték a mi kis reszpublikánk, mert köztársaságként működik a város. Itt a Szent Mihály templom mellett volt egy kis kápolna, Szent Jakab kápolna, és ezt úgy használták a szászok és a magyarok, hogy amikor Kolozsváron 100 volt a bíró, akkor a szászok használták a templomot, a nagy templomot, a Szent Mihály, illetve a magyarok a kicsit. A következő évben, amikor bíró csere volt és magyar volt a bíró, akkor a magyarok használták a nagy templomot és a szászok a kicsit. Tehát teljesen demokratikusan megoldották ezt a kérdést. Most hasonlót lehetne elképzelni, vagy kéne elképzelni például Marosvásárhelyen, ahol az arányok is nagyjából fele-fele, románok és magyarok, hogy minden évben polgármester csere van, egyik évben román, másik évben magyar, és így használják mondjuk adott esetben a templomot is, mondjuk ez nem kérdés, de már az is elképzelhetetlen a 21. században, hogy évenként teljesen demokratikusan így oldjuk meg, hogy mindenki meg legyen elégedve, hogy egyik évben román, másik évben magyar a polgármester. Nos, hát ez a 16. században nem valami öltöttől való dolog volt, hanem teljesen természetes.
kis volt Mátyás király, román volt-e vagy magyar volt. Mert az tény, hogy Hunyadi Jánosnak voltak vagy román őse, és nem is kell az ősök között messzire menni, hiszen az édesapja valószínűleg a Havasalföldről feljebb húzódott, a magyar királyság területére húzódott kenész lehetett. De ez a Hunyad-Zaránd vidékén a Dél-Erdélyben egész egyáltalán nem volt meglepő. Nagyon sok román havasalföldi nemesi család költözött fölfele Erdélybe, és aztán futott be a magyar királyságban eléggé szép karrier. Úgyhogy azt mondjuk kijelenthetjük, hogy Mátyás király legalább egy negyed részben, mondhatni, akkor román volt, ez teljesen igaz. Viszont ezt előtérbe állítani, kihangsúlyozni egy kicsit anakronisztikus, mert hogy akkoriban ez nem volt lényeges. Ha valaki az identitását nem úgy határozta meg, hogy milyen nemzetiségű, hanem elsősorban úgy, hogy keresztjén. Nyilván akkori konfliktusok ezt hozták ki, török ellenes harcok, stb. Ugyanúgy, hogy most a moldvai csángóktól is megkérdem, hogy román vagy magyar, ő nem azt fogja mondani, hogy román vagy magyar, hanem azt, hogy római katolikus, neki ez az identitása. Nos, hát valószínű Hunyadi Jánost is megkérdeztük volna, hogy ő román-e vagy magyar, ő azt mondta volna, hogy ő katolikus. Keresztjén katolikus, hát keresztjén és a nyugati egyházhoz tartozik, aki a törökök ellen harcol, ez volt a, nyilván ezt határozta meg az identitást. Nos, hát ez pedig ez a legyőzött moldvai zászló, ez arra az emlékezetes csatára vonatkozhat, amikor Mátyás, vagy a vazallus államok, vagy Mátyás királynak tulajdonképpen az akkori moldvai fejedelem Stefán Csirmáre végül is behódolt. És aztán az 1930-as években helyeznek el egy olyan emléktáblát, ami arról szól, hogy tulajdonképpen a Mátyás király a legyőzhetetlen csak egyszer győzték le, amikor a legyőzhetetlen Moldva ellen indult, a saját népe ellen. Na hát ebben a négy sorban benne van aztán minden az, hogy Mátyás király tulajdonképpen román volt, teljes egészében, és hogy Moldva legyőzhetetlen volt, illetve hogy a saját népe legyőzte Mátyás király. Nos, hát ez a csata, ez valóban így történt, tehát Stefán Csirmáre azt a csatát megnyerte Mátyás király ellenében, de a háborút nem, ugyanis egy pár hónappal később már ment mondatni, könyörögni Mátyás király, ez ugyan segítse már ki, mert hogy dörömböl az ajtón a török, és Mátyás király gálánsan elfelejtette ezt a vereséget, hát ez az aktuális politikai alkukat sosem befolyásolt az, hogy az előtt éppen mi történt, a pillanatnyi érdekeknek, ugye, hosszú távú érdekeknek kellett megfelelni, és meg is segíti jó néhány ezer harcossal Stefán Csirmárét. Tehát ez a nagy győzelem, amit szeretnek emlékeztetni, az végül is három hónap múlva hűségesküve torkolik, amikor Stefán Csirmáré moldvai vajda végül is hűséget fogad Mátyás királynak. Na, és ezt az emléktáblát aztán 40-ben eltakarítják, és aztán most titokban éleple alatt, vagy 4 évvel ezelőtt újra kikerült ide, már nem a szobor talapzatára, hanem a szobor elébe, de a funár időszakban is ott volt, viszont a restaurálással eltűnt, elfelejtették idézőjelben visszatenni. Magán a szobor talapzatán látszik is a maradványa, a magyar címer volt, a Rex felirat körül látszik a címernek a körvonala, illetve a Mátyás felirat fölött is látszanak a betoldások, a kövön, tehát ott Mátyás király volt, és alatt a magyar címer. Na, ezt cserélték ki az impériumváltás után erre a kompromisszumos Mátyás Rexre, maga Mátyás király is így írta alá az okiratokat, hogy Mátyás Rex ugye korszokása szerint latin volt. Ez viszont némelyek körében tévedésre ad okot, mondjuk nagy kolozsvári kedves történet, valószínű, hogy nem legenda, hanem meg is történt, hogy jött a tanítónéni a gyerekekkel, román tanítónéni, és akkor kérdezték a gyerekek, hogy ez itt mi. És akkor mondta a tanítónéni, hogy ez itt Mátyás király, és a lova Rex. Úgyhogy ezzel a vidám történettel fejezzük be Mátyás királynak, hogy mondjuk legalábbis a szoborhoz, vagy szoborra vonatkozó történetét, és akkor temető fele. Amikor Széchenyi Kolozsváron járt, akkor meg is jegyezte ilyen formán, hogy ha a vallásnak a türelem a legmagasztosabb hazája, akkor ő nem látott figyelemre méltóbb helyet Kolozsvárnál, és itt a Házsongárdi temetőre gondolt. Sokan kérdezik, hogy mitől érdekes egy temető, és miért megyünk mi egyáltalán a temetőbe, és miért pont ide a Házsongárdi temetőbe. Három dologért érdekes. Az egyik az, hogy Európa egyik legrégebbi, ma is működő temetőiről van szó. Vannak Európában ennél régebbiek is, például Prágában nagyon híres az ottani zsidó temető, az ennél régebbi, de azt már a 18. században bezárták. Ez az egyik legrégebbi, ami ma is működik, azaz minden nap vannak itt temetések.
másik érdekesség pedig az, hogy napra pontosan tudjuk a megnyitás időpontját, ez pedig 1585. május 11. Fennmaradt a városi tanácsi határozat, amikor egy városfalakon kívül levő területet nyitnak meg temetőnek. Ez pedig erre pedig azért volt szükség, mert akkor éppen pestis járvány volt Kolozsváron, és már megteltek a városban használatos temetkezési helyek, és közegészségügyi okokból is tanácsosabb volt a várfalakon kívülre temetkezni. Nyilván nem ekkora méretű volt akkor a temető, nem sokkal kisebb, és megnyitották ezen a napon itt a Házson Gábor temetőt. A harmadik érdekesség pedig az, hogy nincsen felekezet szerinti elkülönülés. Itt, azaz például Vásárhelyen van külön római katolikus, külön református temető, nagyon sok helyen felekezet szerint elkülönülnek. Itt Kolozsváron viszont mindenki egy helyre temetkezett. Éppen itt a hátam mögött van a három nagy református püspöknek a sírja, és mögötte pedig egy római katolikus kanonoknak a sírja, és itt nagyon szépen megférnek egymás mellett. Tehát teljes volt az ökuménia itt a kolozsvári házsongárdi temetőben.